A Wunderland óvodába járó gyerekek testközelből nézhették meg a tűzoltáshoz szükséges eszközöket, hogy ihletet kapjanak az idén is meghirdetett alkotói pályázathoz. Katona Kende elmondta, milyen felszereléseket vett elő a tűzoltó járműből, ami védi a lánglovagok életét. Mindenféle kabátot, meg kesztyűt is, meg csizmát is. A bátrabbak a sisakot vagy a kesztyűt is felpróbálhatták. Eigner Dominika is szeretne részt venni a rajzversenyen. Tőle megtudtuk, mit is csinálnak a tűzoltók. Ha tűz van, akkor el szoktak menni tüzet oltani, távol tüzet, meg lakásba tüzet, ha a konyhába tűz van. És láttam a tűzoltóba egy ilyen csövet, amiben locsolják a vizet. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság már 9. alkalommal hirdette meg ezt az alkotói pályázatát, melyre minden óvodás, általános és középiskolás gyerek jelentkezhet. Idén olyan alkotásokat várnak, amelyeken a tűzmegelőzés és a tűzvédelem fontosságát ábrázolják a gyerekek. Lehet rajzolni, festeni, makettezni, verset vagy mesét írni. A Wunderland óvodában már több éves hagyomány, hogy csatlakoznak a pályázathoz. Tavaly a legkreatívabb óvoda címet is elnyerték. Nagyon szívesen rajzolnak a gyerekek, és évről évre már nem is meglepetés, hogy van ilyen, várják ezeket az alkalmakat, és beküldjük a rajzaikat. Bán Attila tűzoltósági felügyelő elmondta, tavaly 485 alkotás érkezett az igazgatósághoz Tolna megyéből. Én azt gondolom, hogy mindig korábban kell kezdenünk azt a dolgot, amikor is a gyerekeket a tűzmegelőzéssel, a tűzzel való kapcsolatra tanítjuk, hiszen elég sok sajnos az olyan jellegű tűzeset, ahol mi emberi mulasztások következtében keletkezik, és hogyha már tisztában van azzal a szabállyal, hogy is kellene, miképpen lehet megelőzni, vagy éppen az oltásába tevékenykedni, akkor már nyert. Én azt gondolom. A pályaműveket április 30-áig lehet benyújtani, postán vagy e-mailen, előzetes egyeztetés után személyesen a korcsoport és kategória megjelöléssel az illetékes megyei katasztrófa védelmi igazgatóságokhoz.